Ha összefogunk együtt a zászlónk alatt, kivonulunk és feliratkozunk valakire, happy baby songs nem tudjuk megverni. igen, jókor jöttünk a YouTube-ba. Bármikor máskor jövünk, az egy egész más karrier lett volna, hogyha lehet volna. Ez kétségtelen. A kemény munka utána jött, ami tíz évig a fejlesztés, a kísérletezés, a brandépítés, a, a, marketing tanulás, ez, ez mind nagyon-nagyon fontos. Jó párszor megkaptam azt, hogy, hogy, én olyan vicces lány vagyok, és akkor most miért nem mosolygok, mert miért nincs jó kedvem, de mondjak már egy viccet, de csináljam már azt, amit abban a videóba is így. Nem vagyok 0-24 olyan karakter, mint amit a videókban hozok. Én is megkapom ezt, hogy miért van az, hogy nem beszélsz hogy nagyon gyorsan. Mert hogy a videóimban borzasztó gyorsan beszélek, mert lelkes vagyok, mert, mert stb. mert ez jó a videónak, rengeteg mindent akarok elmondani 10 percben. Egyébként kaptok ilyen jellegű visszajelzéseket, hogy nektek könnyű az életetek? és hogy igazából szinte semmit nem kell csinálni. Egyébként én úgy gondolom például, hogy ha egész nap játszani öt kell twitch az is kemény meló, mert ott meg a monotónia jön be, ugye? Tehát, hogy az meg a gyári munkához hasonlít nagyjából. Egyrészt van egy ilyen dolog benne, hogy mennyire rohadt könnyű az influencer élet, mert ennyivel kell foglalkozni, hogy hány ember klikkel a képedre. És akkor a túloldal, meg az öreg néni meg azt mondja, hogy most féltek, hogy akkor most el kell mennetek dolgozni, és akkor meg a széket a nénihez nem hozzá, hogy te is kussoljál, Mert ez a két, ez a két gyerek, aki itt szenved, akkor lájkokon, ő abszolút automatikusan kusra jelek, tehát ez nem egy probléma. Tehát amikor ott vagytok egy társaságba, akkor magasabb szinten vannak azok az emberek, akiknek több követője van, és nagyobb tiszteletnek örvennek. Hát tök jó, hogy a ráncolod a homlokod, mert egyébként ez egy, ez egy érdekes helyzet. Vagy, vagy, alapvetően mindenki hasonló hajóba nevez, és, és hasonló szakmát űz. Tehát, hogy van ilyen hierarchia? Egyébként? Ha ez számítana, akkor én köztük most nem ülnék itt de tényleg. Én egy kicsit árnyalom ezt a képet magammal kapcsolatban. Senkivel nem bántam más, hogy mert más volt a feliratkozó száma, viszont valamennyire a saját értékemhez hozzakapcsoltam ezt még régebben, amikor ez fontosabbnak tűnt. De azt hiszem, nekem Ilyen, ilyen 5-6-7-8 évvel ezelőtt fontos volt, hogy hány feliratkozónk van. Mindig arra kell gondolni, hogy egyik, itt Magyarországon senki soha nem lesz olyan sikeres, mint a Happy Baby Songs YouTube csatorna. A 26 millió feliratkozójával a magyar nemzet nem tud kitermelni ilyen követőtábort. Ha összefogunk, együtt a zászlónk alatt kivonulunk és feliratkozunk valakire, Happy Baby songs nem tudjuk megverni. Én, én elbújok Instagram befutottként ebben a beszélgetésben inkább lecsúszok titokba. Miért? Mert a YouTube után az Instagram volt az, aki egy ilyen új influencer kört kitermelt, és tönkretette a kis tízes váltakozó körötöket. Mennyire érzitek azt egy saját tartalomnál, hogy elvesztegetitek a lehetőséget arra, hogy egy szponzorát tartalmat csináltok, vagy hogy van ez a dilemma, hogy van az arány, hogyan határozod meg azt, hogy mi az, ami egészséges, hiteles, normális, valódi? Mert ugye, amint az elején ezt így kimondtam, egy picit szerencsétlenül, a nap végén ez egy szakma. Az influencereknél van nagyon sokszor az a probléma, hogy minden héten más sampon a kedvenc, minden héten más adott termék a kedvenc, és ezzel akkor nincsen probléma, ha mondjuk te egy. Fodrász, influencer, vagyis azokat ajánlod. Szóval ennek nagyon-nagyon meg kell találni azt a határát, hogy te igenis a saját témakörödön belül a szponzorációkkal kapcsolatban is hiteles tudj maradni. Abszolút én is ebben a kategóriában vagyok, hogy nem kell nagyon kicsavarnom a saját személyiségemet, hogy, hogy videókat gyártsak, és én ezért nagyon hálás vagyok minden nap. Ez borzasztó szerencs, hogy így is élvezik az emberek azt, amit csinálunk, illetve hát mögötte van egy, egy nagyon pontos jellemi munka, egy nagyon, nagyon pontos, ahogy te is mondtad, egy önmegtartóztatás, és egy általános, egy folyamatos önképzés, hogy az embernek a saját személyisége is prezentálható legyen, ne csak egy maszk.